Kevesli a női Nobel-díjasok számát a Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára. Idén egyetlen nő, Maria Ressa volt a díjazottak között. A Fülöp-szigeteki újságírónő az orosz Dimitri Muratovval megosztva Nobel békedíjat kapott, amit hihetetlennek nevezett. A díjat odaítélő bizottság indoklása szerint mindkét újságírót a szólásszabadság fenntartásáért tett erőfeszítéseiért díjazták, mert hazájukban egyre ellenségesebb körülmények között is fellépnek a demokrácia és a sajtószabadság védelmében. A Svéd Királyi Tudományos Akadémia főtitkára Göran Hansson úgy fogalmazott, szomorú, hogy kevés nő van a Nobel-díjasok között, ami tükrözi az igazságtalan társadalmi körülményeket. Ez különösen a múltra nézve igaz, de fennáll napjainkban is, úgyhogy nagyon sok még a tennivaló, mondta Hansson. A nők alulreprezentáltságára példa a közgazdasági Nobel-díj, amelyet idén 3 az Egyesült Államokban dolgozó tudós kapott. A hivatalosan közgazdasági Nobel-emlékdíjnak nevezett díjat a svéd jegybank alapította 1968-ban, azóta eddig csak 2 nő, 2009-ben az amerikai Elinor Ostrom, 2019-ben a francia-amerikai Esther Duflo kapta meg.